Oké, jó reggel, drága barátaim! A Sachin traktátus századik lapját fogjuk ma reggel tanulmányozni. És ugye tegnap este egy új fejezetet kezdtünk a Sachin traktátusban. Kérem, jelezzétek, hogy a hang, a kép az jó. Feltételezem, hogy jó, mert szóltatok volna, ha nem lenne jó. Szóval a századik lapot fogjuk ma reggel tanulmányozni, és tegnap a 99-es lap második oldalán egy új fejezetet kezdtünk, és ez az új fejezet hála a jó Istennek gyakorlati témákkal foglalkozik, ami fantasztikus, hiszen nem is lehetne jobb időpont arra, hogy a Pészach szabályaival kapcsolatban tanuljunk, így pontosan 8 nappal Pészach előtt. Úgyhogy tekintettel arra, hogy viszonylag rövidek ezek a dafok, amiket mostanában tanulni fogunk. Én remélem, hogy lesz rá módunk, hogy egy kicsit a halakhákat is, a szabályokat, konkrét szabályokat is egy kicsit átvegyük. Na de miről volt szó tegnap? A tegnapi misnában alapvetően három dologról beszéltünk. Az első az volt, hogy Erev Pészachkor, Pészach előtti nap délutánján tilos enni, inni, falatozni, min szamuhla mincha ula májla, a mincha délutáni imától fölfelé, és már azelőtt egy fél órával. Tehát ugye ez a 9. óra, a nappal 9. órája, ami azt jelenti, hogyha 6-kor kell a nap, és 6-kor megy le a nap, akkor pontosan délután 3-tól lenne tilos enni, inni. És ezzel kapcsolatban a Talmud hosszasan, vagy elkezdte, nem hosszasan, de elkezdte azt elemezni, hogy akkor tulajdonképpen ez miben is más, mint általában egy Erev Sábez, egy Erev Jamtav, egy péntek délután, vagy egy ünnep előtti nap. Ott is azt tanultuk, hogy nem szabad enni délután. Akkor miért kell külön kiemelni a Pészachot? Mire azt mondta a Talmud, hogy az első válasza a Talmudnakra, a Funa válasza az volt, hogy azért, mert általában péntek és péntekenként és Erev Yom Tovkor, ugyan Rabbi Yehuda véleménye az, hogy nem szabad enni, de Rabbi Yossi megengedi azt, hogy együnk. Erev Pészachkor viszont Rabbi Yossi is megtiltaná, hogy együnk. Tehát ezt mondja Rabbi Huna. Köszönjük, hogy is rajzoljuk a táblára. Na, milyen fantasztikus fotó van a táblán. Oké. Tehát, ugye mit mond Rav Huna? Következőt mondja, hogy vannak ugye, van egyrészt Rabbi Yehuda, és van Rabbi Yossi. Vannak a Sima, Erev Sábez, Erev Yom Tov, és van az Erev Pészach. Szerinte azért kell mondani külön az Erev Pészach törvényét, mert Rabbi Yehuda ugyan azt mondja, hogy tilos enni Erev Sábezkor és Erev Yom Tovkor. És ugyanígy tilos, hogy Erev Pészachkor. De Rabbi Yossi azt mondja, hogy Erev Sábez, Erev Yom Tovkor lehet enni, viszont Erev Pészachkor ő is egyetért, hogy tilos enni. Miért? Miben szigorúbb, vagy miért szigorúbb az Erev Pészach, mint az Erev Sábez és Erev Yom Tov? Ez itt teljesen kivehetetlen. Le tudod próbálni kapcsolni a lámpákat, hogy legalább ha már... Most jó, köszönöm.
Valóban rossz a hang? Nos, szóval hol tartottunk? Igen, tehát Rabbi Huda, Rabbi Huna ugyanazt mondja, hogy Rabbi Huna azt mondja, hogy ez a különbség, és ezért kell a Pészach, Erev Pészachot külön említeni, mert Erev Pészach szigorú. Itt még Rabbi Yossi is egyetértene, hogy tilos enni délután. Ez volt a Rav Huna válasza. Mit mondott erre Rav Papa? Rav Papa azt mondta, hogy nem, ennek sokkal jobb válaszom volt. Az én válaszom az az, hogy mire mondta azt Rav Huda, hogy Erev Sábeszkor tilos enni, a Minchától fölfelé. Erev Pészachkor viszont ő azt mondaná, hogy már a Mincha előtt egy fél órával is tilos. És ezért volt szükség arra, hogy a Pészachot külön kiemeljük, mert itt az szigorúbb, hogy már egy fél órával a mincha előtt is tilos. És itt fejeztük be azzal, hogy igen ám, de van egy olyan brájta, ami konkrétan Rabbi Huda véleményét úgy fejti ki, hogy már Erev Sábesz és Erev Yom Tovkor is már a 9. órától tilos, tehát akkor mégsem lehet ezt a különbséget tenni az Erev Sábesz, Erev Yom Tov és az Erev Pészach között. Mire azt mondja a Talmud, talán azt lehetne mondani, hogy ez a brájta, ez egy hibás szövegezésű brájta. A Talmud ezt elveti, ez nem lehet, hogy hibás szövegezésű lenne, hiszen ezt a brájtát Rav Pinchas bar Avi tanította, és mindenkinek elfogadható volt. Tehát akkor marad a kérdés, hogy miért van szükség arra, hogy az Erev Pészachot külön kiemeljük az Erev Sábesz Erev Yom Tovhoz képest, ha csak nem elfogadjuk Rav Hunának a tanítását. Ellemech vártak-e Rav Huna? Akkor fogadjuk el. Fogadjuk el ezt, amit Rav Huna mondott, és ami itt van mögöttem, nagyon nehezen kivehető, de itt van mögöttem, ami arról szól, hogy azért kellett az Erev Pészachot külön kiemelni, mert Erev Pészachkor még Rabbi Yossi is egyetértene, hogy tilos enni-inni a délután folyamán. Azt mondja, Talmud, ule Rav Huna, mi nicha, vaha, már Rabbi Irmia, már Rabbi Echena, mely szima, Rabbi Abba, már Rabbi Yossi, már Rabbi Hanina, Allahak, Rabbi Huda, Berev Pészach, Allahak, Rabbi Yossi, Berev Sábesz. Allahak, Rabbi Huda, Berev Pészach, Mikál de Palig, Rabbi Yossi, Betravai. Azt mondja erre a Talmud, igen, ám csak van egy gond, mert akkor így az jön neki, hogy Erev Sábesz, Erev Yom Tov kapcsán vitatkozik Rabbi Huda és Rabbi Yossi, mert Rabbi Yossi azt mondja, hogy lehet enni, és Rabbi Huda azt mondja, hogy nem lehet enni. Erev Pészachnál viszont egyetértenek. Mind a ketten azt mondják, hogy tilos enni. Igen, ám, csak az a probléma, hogy volt egyszer egy olyan mondása Rabbi Haninának, amely úgy szólt, hogy Erev Sábeszkor Rabbi Yossit követjük, Erev Pészachkor Rabbi Hudát követjük. De hát, hogyha egyet értene Rabbi Yossi, Rabbi Judával, akkor miért kell úgy mondani, hogy Erev Pészachkor Rabbi Judát követjük? Mind a ketten ugyanazt mondják. Abból, hogy úgy fogalmaz Rabbi Hanina, hogy Erev Sábeszkor Rabbi Yossit követjük, Erev Pészachkor Rabbi Judát követjük, úgy tűnik, mint hogyha itt ugyancsak vita lenne, mert különben nem kéne azt mondani, hogy őt követjük. Azt mondja, Talmud loi, halacha miklál, Miklál, de pligi bábszak. Azt mondja, Talmud nem. Itt másról vitatkoznak. Nem arról szól a vita, hogy szabad-e enni, hanem arról szól a vita, hogy félbe kell hagyni az evést. Új téma.
Eddig arról beszéltünk, szabad enni. Erev Sáveszkor, délután, 4-kor Stivel Gábor megéhezik, leülhet-e enni egy délutáni, vagy minek ez? Estebédet. Nem. Rabbi Yehuda szerint nem. Rabbi Yossi szerint igen. Erev Pészakkor viszont mind a kettőjük szerint nem. Miről szól az a vita, amiben Erev Pészakra is vitatkoznak? De tánja mafszikin, és a bassza, ez divre Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi, mert én mafszikin. Mi van, ugye miről van szó? Arról van szó, hogy tulajdonképpen nagyon aktuális, mert most Purimkor pontosan ez történt. Mi van akkor, hogyha elkezdünk valamilyen oknál fogva, ugye Rabbi Yossi szerint eleve megengedett, Rabbi Yehuda szerint pedig nem megengedett, de valaminektől fogva úgy alakult, hogy megengedett volt, és elkezdünk falatozni péntek délután. Elkezdünk enni, és bejön a Sábesz. Félbe kell hagyni az evést, vagy nem? Erre mit mond a Talmud? Rabbi Yehuda szerint félbe kell hagyni, Rabbi Yossi szerint nem kell félbe hagyni. Nem lehet folytatni az evést. Simon ben Gamliel, de Rabbi Yehuda ben Rabbi Yossi, és a Jumeszúben, és történt is, hogy egyszerűen Simon ben Gamliel, és Rabbi Yehuda, és Rabbi Yossi este médeltek Akkó városában, és bejött a szombat, de Kadas a Léma jön, Amar Rab Simon ben Gamliel, Rabbi Yossi. És erre odaszólt Rab Simon ben Gamliel Rabbi Yossinak. Berebi, de Czanychon nafszik, ve nichus le divre Rabbi Yehuda havereinu? Rabbi Yossi mond, hagyjuk félbe az étkezést, hogy azért teljesítsük azt, amit Rabbi Yehuda mondott, hogy az embernek félbe kell hagyni az étkezést? Ugye hárman voltak. Rabbi Yossi azt mondta, hogy nem kell félbe hagyni. Rabbi Yehuda azt mondta, hogy félbe kell hagyni, és velük volt még Rabbi Simon ben Gamliel. Simon ben Gamliel megkérdezte Rabbi Yossi, te figyelj, Rabbi Yossi, ne hagyjuk azért félbe, hogy megadjuk a tiszteletet Rabbi Yehudának? Erre azt mondta neki Rabbi Yossi, amellői bechol jajn ve jajn vártom e chabev dvaráj lifnei Rabbi Yehuda. Minden nap az én szavamat követed Rabbi Yehuda szavával szemben. Ahsavatam Chabev Divrere Rabbi Yehuda befanáj, és most kivételesen, pont amikor itt van Rabbi Yehuda, akkor szeretnéd őt követni velem szemben? Nem szép dolog, engem kell követni. Ha Gam Lichbo és a Malko imibe bájsz, ugye idézte azt, amit Ahasvéros király mondott Hámánnak, csak nem a királynőt akarod magadévá tenni velem az otthon, a házadban. Emlékeztek, ugye most olvastuk Eszter könyvében, amikor Eszter a második bulira is meghívja Ahasvérost és Hámán, és felfedi, hogy mi a bulizás oka, azt, hogy meg szeretnék kérni a királyt, hogy vonja vissza azt a gonosz rendeletet, amit Hámán hozatott vele. A király nagyon izgatott lesz, kimegy, Hámán megérti, hogy most itt baj van, és elkezd könyörögni az életért, de véletlenül ups, rásik az ágyra, amin éppen Eszter ül, és rásik Eszterre, és pont akkor jön vissza a király, micsoda bal szerencse, és a király félreérti ezt a szituációt, és azt mondja, csak nem a királynőt is magadévá akarod tenni úgy, hogy én otthon vagyok? Hát ennél nagyobb szégyen nincs. És erre azt mondja, és ugye úgy folytatnak a történet, akkor ott rögtön a király kimondta, hogy ki kell végezni Hámánt. Most ugye ezt a szófordulatot ugye használja itt Rabbi Simon ben Gamlielvel szemben Rabbi Yossi, és azt mondja, itt van velem Rabbi Yehuda. És te őt választod helyettem, amikor én vagyok a nagyobb rabbi? Amr laj, imkén laj nafszik. Sem a jiruatam midim, míg vál okra. De én azt mondom, hogy jó, igazad van, akkor inkább nem hagyjuk félbe az étkezést. Nehogy a tanítványok meglássák, hogy mi van, és a mi viselkedésünket félreértsék, és úgy paszkanoljanak tévesen, hogy félbe kell hagyni az étkezést. Pedig valójában nem kell félbe hagyni. Amrulaj zazumi samácsak hava a lakakra bőszi, és valóban el sem mozdultak onnan, egészen addig, amíg ki nem mondták, hogy a halaká az Rabbi Yossit követi. Tehát akkor mi a halaká? Hogyha elkezdtünk enni, nem kell félbe hagyni. Ha pénteken elkezdtünk enni, nem kell félbe hagyni. És ezzel kapcsolatban Shmuelnak volt egy kiegészítő tanítása. Amár mi Judámon is mondta.
Én a lach lajke Rabbi Yehuda, lajke Rabbi Yossi. Valójában a halaká se nem Rabbi Yehudát, se nem Rabbi Yossit követi. Ugye ez egy nagyon furcsa mondás, mert Smuel az nem nemzedéktársa volt Rabbi Yossinak és Rabbi Yehudának, hanem egy nemzedékkel később volt. Ő nem mondhatja azt, hogy a halaká nem követi egyiküket sem. És ezért a kommentárok azt mondják, hogy ő arról beszélt, amikor az eljárásmód van, mit kell csinálni, akkor Rabbi Yossit követjük, de egy kiegészítéssel. Mi ez a kiegészítés? Ez az a kiegészítés, amit mi is csináltunk most Purimkor. Mi volt a kiegészítés? Mit csináltunk? El a Pöyres Vápau Mekadés. Mi is elkezdtük a Purimi Szeudát péntek délután, lementünk imádkozni, feljöttünk, letakartuk az ételt, és mondtuk a kidust. Akkor igazából nem fejeztük be a pénteki étkezést, és kezdtük újra a kidussal, hanem folytattuk az étkezést, úgy, mint Rabbi Yossi. De, poines mapo mekades, kiterítettük, leterítettük az ételt valamivel, és így folytattuk utána az étkezést. Éni, ve ha már a tachlifa, bár a dimam, rossz múlak, sem sem afszikinek idús, kák mafszikin lávdala. Szóval nagyon furcsa ez, miért? Mert Smuel hogyan mondhatta azt, hogy nem úgy járunk, se nem úgy járunk el, mint Rabbi Yehuda, sem úgy járunk el, mint Rabbi Yossi. És végül is azt akarta mondani, hogy Rabbi Yossit követjük, nem kell félbehagyni az étkezést, hanem csak le kell takarni az ételt, és kidus kell mondani. Egy másik helyen Rav Tachlifa bar Rav Dimi úgy idézte Smuelt, hogy azt mondta, ugyanúgy, ahogy félbehagyjuk az étkezést a kidusra, ugyanúgy felvágjuk a kidust a havdalára. Ugye eddig, amikor a túlsó végéről beszélünk, amikor valaki kimegy a szombat, étkezünk, a szombat kimente előtt, kiment a szombat, akkor abba kell hagyni az étkezést? És azt mondta Smuel, igen, abba kell hagyni, és havdalát kell csinálni. Ugyanúgy, ahogy abba kell hagyni a kidusra, abba kell hagyni a havdalára. Akkor abba kell hagyni. És csak döntsük már el, akkor Smuel most szerint most abba kell hagyni, vagy nem kell abba hagyni, hanem csak ki kell teríteni a terítőt, az ételre. Azt mondja, Talmud, lojle mapo. Úgy kell ezt érteni, hogy nem kell abba hagyni, ki kell teríteni. Ez minden, ez csak megfogalmazás kérdés. Tehát összefoglalva, Smuel kiegészítésével együtt az a halaká, hogy pénteken, vegyük végig a gyorsan halakákat. Pénteken és szombaton a halaká az, pénteken és erev jomtovkor a halaká az az, hogy délután lehet enni. Nem jó, de lehet. Sőt, hogyha valaki elkezdte az evést, akkor a Yossit követjük Smuel kiegészítésével, hogy nem is kell abba hagyni az evést, hanem elég letakarni az ételt, és kidus csinálni, amikor bejött a szombat vagy az ünnep. Erev Pészakkor mindenki szerint tilos enni, és ha tilos enni, akkor természetesen még inkább tilos. Ha már eszem, akkor nem félbehagyni az étkezést, hanem letakarni. Ez az egész Poyres Mápo megoldás, ez nem vonatkozik Erev Pészakra. Rába, bár a funa, iklale bej, rejzsga lusza, ájtu taku kamej, porasz mapa be kidés. Ennek megfelelően történt egyszer a funa, egyszer a rejzsga lusza, a rasekol, a diaszpóra fejénél, a zsidó fejedelemnél vendégeskedett sáveszkor, pénteken elkezdtek enni, bejött a szombat, letakarták a ételt, és kidus csináltak. Tányan ami ahi, és sav is én bevinne a sohna elejémként kidés, im hejvi, pajresz mápó mekádés. Tanultuk egy brájtában, hogy az normál esetben akkor hozzák az asztalt, amikor már kidus csináltunk. Először kell kidus csinálni, és utána hozzák az asztalt. Ugye régen ezek az asztalok, ezek ilyen személyes asztalok voltak. Tehát hozták az asztalt, szerintem egy tálca volt rajta az ételrel. Mikor kell hozni az ételt? Miután a kidus csináltuk. De ha már ott van az étel, akkor az ételt letakarjuk, és úgy csináljuk a kidust. Ez a gyakorlatban mit jelent különben? Mi az a szokás, ami konkrétan mindennapokban is megvan? Általában pénteken, és azon gondolkoztam, hogy különben mondjuk itt Óbudán a salátákat meg az ételeket kirakják a kidus előtt, akkor le kellene-e takarni az ételeket. De mindenképp az ételeket, ha nem is takarjuk le, a kenyeret letakarjuk.
A bárkesztye van takarva a kidus alatt. Ennek három oka van. Az egyik az az, amit itt tanultunk. Poires mápo mekádes. Az, hogy az ételt normálisan azután kéne hozni, hogy kidus csináltunk, de mivel a bárkeszt már a kidus előtt kirakjuk az asztal, hogy miért rakjuk ki, különben ez egy külön történet, ahol most nem fogunk belemenni, de ezért letakarva kell, hogy legyen. Ez az első magyarázat. A második magyarázat az az, hogy olyan a kenyér, mint a manna, és a manna is le volt takarva előtte, alatta is és fölötte is. Ezért van valami a sábeszi kenyér alatt, és van egy takaró a sábeszi kenyér fölött. És a harmadik magyarázat pedig, hogy ne hozzuk szégyenbe a kenyeret. Általában egy étkezésnél mire mondjuk először az áldást? A kenyérre. A sábeszkor a kidust előbb csináljuk, a borra előbb mondjuk az áldást, mint a kenyérre, hogy ne hozzuk szégyenbe a kenyeret, letakarjuk a kenyeret a kidus alatt. Tani hádás, savis én maszkini, mint tanya idach, savis én maszkini. A Talmud még mindig ezt elemzi, és azt mondja, hogy érdekes módon valaminek a kapcsán tanultuk egy brájtában, hogy egyetért Rabbi Yossi és Rabbi Yehuda, hogy nem kezdünk étkezésbe, egy másikkel meg azt mondtuk, hogy egyetért Rabbi Yehuda és Rabbi Yossi, hogy belekezdünk az étkezésbe. Mi is lém ad a tányosan, és én az hinin, más kárhoz az, amikor azt tanultuk, hogy egyetért Rabbi Yehuda és Rabbi Yossi, hogy nem kezdünk étkezésbe, az érthető, hogy mennyi? Az az Erev Pészach? Akkor mind a ketten úgy mondják, hogy nem szabad enni Erev Pészachkor a délutántól. De mire gondoltak akkor, amikor azt mondták, hogy és egyetértenek egy bizonyos esetben, hogy lehet kezdeni étkezést? Mire gondoltak? Elhallatánya a Savinsem a Szkénin, Ém az Inám, Verev Sábesz a Miflapli? Nem gondolhattak például a péntekre, vagy az Erev Jomtovra, mert akkor Rabbi Yossi azt mondja, hogy lehet enni, Rabbi Yehuda viszont azt mondja, hogy nem lehet enni. Lai kásja, kánkai, nem tisa, kán láher tisa. Miről van szó? Azt mondja a Talmud, 9. óra előttről. Pénteken, a 9. óra előtt egyetértenek, hogy lehet enni. Nem kell böjtölni egész pénteken. Nem csak, hogy lehet enni, hanem lehet egy étkezést is tartani. Mert pénteken reggel lehet reggelizni, és lehet ebédelni. A lényeg az, hogy a mincha előtt legyen, tehát a 9. óra előtt. Délután 3 körül előtt. Oké. Idáig tartott a mai tananyag, de tekintettel arra, hogy még nagyon sok időnk van, arra gondoltam, hogy egy kicsit a Shulchan Aruchból is olvasunk olyan halakhákat, amik ezzel a mai témával kapcsolatosak. Rövid lesz. Csak hogy mi a, akkor a kifejlett, vagy mi a végkövetkeztetése mindennek, amit tanultunk. Akkor a Shulchan Aruch azt mondja, Asszun lechol mi sa a sziris, hule májlak, de is jachal macelete avaj. Tilos Erev Pészachkor enni a 9. óra után, itt úgy fogalmazja, a 10. órától bármit, azért, hogy az ember a maceszt jó étvágya legyen. Ával öjjjel me át pénöszönjen akkor, ez egy kis gyümölcsöt vagy zöldséget ehet, ával lojjel málek részei mehem, de ne töltse föl a hasát ezekkel. Szóval ne egyet degeszte magát zöldséggel vagy gyümölcsel, imhu istenis, se a filo öjjel me át mázik lejbe a chilusza, akkor az, ha pedig egy olyan emberről van szó, aki egy istenis az egy ilyen kényes ember, igen. Egy kényes ember, aki nem tud keveset enni, ha keveset eszik, akkor az árt a gyomrának. És azért vagy semmit eszik, vagy sokat, akkor ne egyen semmit. Ne egyen, mert ha nem tud valaki keveset, igazából ez a kényes ember, aki nem tudja, gondolom arról van szó, hogy nem tudja visszatartani magát. Nincs olyan, hogy kicsit eszik. Vagy eszik, vagy, akkor inkább ne egyen semmit. Jáin, mi van a borral? Jáin, mi átla istemisunk, de mi szaid. Ával imrocan istes jáin árba sejszum, és sem sejsz árba gőjre távon, ez nagyon érdekes halaká. Mi van a helyzet, szabad-e bort inni? Erev Pészach délután. Azt mondja, egy kis bort nem szabad inni. Mert egy kis bor jól lakat, sok bort lehet inni. Miért? Ha valaki sok bort iszik, akkor éhesebb lesz. Azt mondja, hogy elkezdtél inni, Erev Pészachkal sokat kell inni. Ez furcsa, mert szerintem a sok bor, az, amitől éhes vagy, az már olyan, hogy már gyakorlatilag közel vagy a berúgáshoz. Akkor szoktál kezdeni éhes lenni a bortól. Érdekes.
Azt mondja a következő állakában, hogy köjdem sá színusz muta lechon máca a séra. A tizedik óra előtt erev Pészakkor lehet enni. Ugye itt van egy komoly diskurzus, egyáltalán mit lehetne enni? Ugye, mert amikor evésről beszélünk, az mindig kenyér. De milyen kenyeret? Ugye hamecot már nem lehet enni, macesz meg ugyancsak nem lehet enni. Ugye macesz nem lehet enni Pészak előtt, hogy ne, igazából már Purim után nem lehet macesz tenni, mert hogy az ember jó étvágya legyen a macesz. Akkor mi marad? Máca a séra. Emlékeztek meg a máca a séra? A gazdag macesz, az, ami gyümölcslével készül. Azt ehet. A gyümölcslével készült macesz, akkor ez ott aktuális, amikor Sáveszre esik Erev Pészach, talán idén Sáveszre esik Erev Pészach? Ki emlékszik, mikor esik Pészach idén? Amikor Sáveszre esik Erev Pészach, akkor a Szúda Slisiszt, a harmadik étkezést, azt ott kell kenyeret enni, de nem ehetünk kenyeret, nem ehetünk maceszt. Akkor mit lehet enni? Lehet enni macásséra. Lehet enni gazdag maceszt, talán a gyümölcsléből készült maceszt. Most eddig volt a Bész Jöjszef a Jószef Káró. Most jön a kiegészítése a Rav Moshe Israelisnek, krakói rabbinak, aki a askenáz szokást teszi hozzá. Ával mácesi jöjcimba belájla, a szurin lecho kolajjaim árba oszor. Viszont maceszt tenni, olyan maceszt, amivel teljesíteni fogjuk a micvát a széder este, egész nap tilos enni. Ugye azt tudni kell, itt igazából három szint van. Az első szint a szokás, hogy Purim után nem eszünk maceszt már egész hónapban, a következő hónapban. Következő szint, hogy Rosh Chodesh Pészachtól nem eszünk maceszt. De a tórai tilalom, az igazi tilalom az az, hogy Erev Pészachkor nem szabad maceszt tenni. Miért? Mert aznap este ezzel fogjuk teljesíteni a micvát. Katnun se én olyan ideál, másom, hogy száplim be lájnod, hogy célsz, mint szájom, mutan le a hinoj. Kisgyerek, aki annyira kicsi, hogy még nem tudja felfogni a széder este lényegét, nem érti azt, hogy mi az elbeszélés, meg kell etetni, őt lehet macesszel etetni. Egy kisbabának lehet maceszt adni. Három éves kor alatt, magyarul, a gyereknek valamit kell rákcsálni valót adni, mit lehet Pészak idején adni, nincs bamba, nincs biszli, semmi, amit lehet, mint hamec, akkor lehet adni neki egy kis maceszt. És ne hágin sin löj lech, ha zerez berev Pészak kedély lech, hogy marrő lett avain. Vannak, akik szerint nem szabad a salátát se enni Erev Pészachkor, azért, hogy a tormát, amikor esszük, akkor azt is jó étvágya legyük. Tehát minden a saláta, a torma, amivel a maror, mit feltessítjük, azt sem szabad enni. Hénbe jön Mishnah se Pészach, kedé lehol be lájla sejnyiletén van, és ugyanez vonatkozik Pészach első napjára, mert másnap is csinálunk szédert, a másik este is csinálunk szédert, ezek a tilalmak az első nap, nyilván macesz nem, de az első napra is vonatkoznak, hogy a Pészach első napján ne együnk tormát és salátát. Hénajágék cász le májtba hilasz mácebémen is. És ezért vannak, akik a maceszből se esznek sokat az első nap, ne legyünk túl sok maceszt az első nap, hogy a második széderre már ne menjen el a kedvünk a macesztől. De és meg mi öcsi lőj le echol péresz, kedé lechol ha rajszesz le teavany. És vannak, akik gyümölcsöket se esznek Erev Pészachkor és Pészach első napján, hogy a ha rajszesz, azt a törmeléket, amit rárakunk a maceszre és a tormára, ami ugye almából, dióból, körtéből készül, azt is jó étvágya legyünk. De én lakus le minhagahú. De ezzel nem kell foglalkozni, ez nem egy elfogadott szokás. Különben van egy másik ok is, hogy amit mit nem esznek Erev Pészachkor, diót. Diót, mogyorót, ilyesmit. Ez nem annyira a rajszesz miatt van, hanem amiatt, mert hogy ne akadjon be a fogaink közé, és akkor nem fogjuk tudni jól, amikor meséljük a egyiptomi kivonulást, akkor este akkor a fogaink, és nem fogjuk jól tudni mondani. Ez valaki kérdezte tőlem a Jossi tavaly, hogy volt egy saláta, amiben akartak rakni valami kesudiót itt a vacsorán. És utána néztem, és gondoltam, hogy ezzel nincs probléma, mert ez nem olyasmi, hogy az ember beragad a fogába, és akkor másnap a szédennél nem fog tudni mit mondani. Oké, bárhogy is legyen,
Ve ein lof is min ha'ug, ve yesh bachin shloi lefar mishbo em matzes ve erev pesach shloi lov ve lechol mehem. Vannak, akik annyira szigorúan járnak el, hogy nem engedik meg, hogy összetörd a maceszt. Tehát valaki eszik, ugye, gebrokszot, tehát mondjuk macesz gombóc levest, és ahhoz erev pészákkor összetörni a macesz. Miért? Ne foglalkozzál a macesszel. Ha foglalkozol vele, akkor véletlen fogsz belőle enni. Inkább ne foglalkozz vele. Van egy ilyen szokás. Mely lakosgám lesz, de ezt sem kell ennyire szigorúan menni. Mácesse ne faketi kuna, ve ákárkak niszparere, ve nilaj, ve jámi semen, énik létsz mással sére, ve szúra lehol erev pészák. Azt is mondja még itt a Ramó, mi a helyzet azzal a macesszel, amit összetörtek, és beáztattak gyümölcslébe, az nem számít gazdag macesznek. Azt is tilos enni erev pészakkor. Csak az számít gazdag macesznek, ami eleve gyümölcslével készült. Oké, következő állakában. Im hitchin lech a köydöm sászíris maskoszulasz a lájlen, dinnaik meg is a basszatosáim, töm is néz barbi szimre is áll cifav. Mitzva lirkhajc legaliak bele biamtav, lévös galinaim, meg is sábesz. Azt mondja, a Bész Jöjszef, hogyha valaki mégis elkezdett enni, és tartott egészen sábeszig, belecsúszott az ünnepbe az étkezése, akkor ugyanaz a halaká, mint amikor sábeszbe belecsúszik az étkezés, ahogy ezt kifejtette. Erről majd lesz szó holnap bővebben. Azt teszi még hozzá erre ma, hogy erre jomtövkor kötelesség megfürödni, megborotválkozni, és szép ruhákat fölvenni, ugyanúgy, mint ahogy a sábesznél kötelesség. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Eddig tartott a mai tanulás. Holnap reggel ugyanígy, ugyanitt, ugyanekkor sok szeretettel várunk mindenkit. Szervusztok!